tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit táborunkban. Mondjuk el az Om Nam mantrát közösen hétszer. Om. vagyunk mindannyian. Megköszönöm Kriszti bevezetőjét. Nálunk a tanítvány autonómiáját az is mutatja, hogy itt lehet beszélni arról, hogy szereted vagy nem szereted önmagad. Vajon miért? Azért, mert akárhogy viszonyulsz önmagadhoz, ez a személy, ez csak te vagy hogyha a tiszta tükörben torzításmentesen figyeled önmagadat, akkor előbb-utóbb a karmádat úgy látod, ahogy az van. Ebből a karmából áll össze a személyiséged. A kezdő gyakorló néha megretten, vagy néha megörül, hogy talált magában jót vagy rosszat. És ezt szerethetjük, vagy nem szerethetjük. Amikor már gyakoroltál egy ideje, akkor kiderül, hogy sem az önszeretet, sem az öngyűlölet nem vezet célhoz. A legelső kérdés az, hogy látod-e magad úgy, ahogy vagy? És ez az elfogadáshoz vezethet, de nem a megelégedéshez. Tehát elfogadod, hogy igen, te most ezzel a testtel, ezzel a lélekkel élsz, egybe gyúrva ezt te vagy. A gyakorlatnak egy másik nagyon fontos velejárója, hogy az önvalót nem téveszted össze a személye. Tehát ezt rendszeresen megcsinálják azok a vallások, ahol egy vagy több formában, istenséggel vagy egyéb transzcendens minőséggel, de az emberek összetéveztik magukat a teremtettet a teremtővel. Itt többféle hibát lehet elkövetni, de az, hogy mi azt hisszük, hogy valakinek a képére úgy teremtettünk, hogy hasonlítunk is hozzá, ez nagyon veszélyes. Nézzük meg, hogy az elmúlt 2000 évben ezen mondat segítségével hány millió ember halt meg. Tehát, ha nagyon szeretjük önmagunkat, akkor egy ilyen ö, hordószerű tükörben nézünk, hogy ránézés és az azt hogy itt lefolyik róla, hogy csak, csak, csak ez van. Ha nem szereted magad, akkor így nagyon távol, mint egy ilyen lavorszerű tükörben néznél, és akkor egy ilyen kis pici pont vagy te, és akkor minden más fontosabb. Kiderül, hogy mind a kettő hiba. Amikor a zen a középutat tanítja, akkor azt tanítja, hogy lásd magad úgy, ahogy vagy, de ne fogadd el ezt az állapotot abszolútként, befejezetként, mert akkor tényleg meghalsz, még élve. Az életben levés azt jelenti, hogy a belátásból cselekvés lesz. Ezt hívjuk bóthiszatva útnak. Ezt hívjuk a felébredés, fejlődés, és így magadnak és másnak nyújtott segítés útjának. Ezt a segítséget nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nagyon sokan, hogy majd én ugye, leülök a kis kutiban, leülök a kis kunyhócskámban, a sufniban, a hálószobában, a fészerben, az autóban, a magányos kis sétájban, és majd én. És kiderül, hogy az önvalló útjában pont ez az én áll. Tehát ahhoz, hogy te ezt elérd és tapasztald, ahhoz az kell, hogy pont ezt az énséget vedd ki a képből. Hogy tudod ezt megtenni? Tér vissza a gondolkodás elé, a dualisztikus képzett tömeg elé, és ha ezt megteszed, akkor a csepp feloldódik az óceánban, és az énséget feloldódik az önvalóban. Hogyha neked egy poláris nézeted van az énségedről, hogy szereted vagy nem szereted, a magadét vagy másét, akkor ezzel nehezíted a saját utadat és azokét is, akik kötődnek hozzád. A harmadik pátriárka, Szent Cán nagyon világosan tanított. A nagy út nem nehéz, csak vágj el minden jóról és rosszról szóló gondolkodást. Ha nem gyűlölsz és nem szeretsz, fényesség vár, felhő sem lesz. Most ezt itt nyugaton, ahol ilyen szeretetközpontú társadalmat igyekszünk építeni, Ekközben válságot és háborút egymásra halmozva élünk pár évtizedes sugarú körben, úgy tűnik, hogy ezt nem értjük. Tehát, hogy lehet a gondolkodás előtti valahogy a bölcsesség forrása? Hogy lehet az érzelmileg nem szélsőséges az együttérzés forrása? És erre csak azt tudom mondani, hogy a tapasztalatot fog meggyőzni, mert ebbe. Már szavakat nagyon nehezen lehet rakni úgy, hogy az segítsen. Ezért mondja a zen, ha kinyitod a szádat, már hibázol. Egyetlen cselekedet többet ér tízezer szónál. Tehát azért vagyunk itt ezen a nagyon laza és ilyen emberbarát hétvégén, hogy ilyen gyűszűvel, ilyen nagyon finom kis gyűszűvel kóstoljuk a vörös bort, amit ott senki nem rúg be, de mindenki egy pici ízt kap. És amikor az a kérdésed, hogy hogy lehet tényleg igazán jó szőlőt választani a piacon, akkor az elszellemű árus azt mondja, hogy sehogy. Bármelyik szőlőt megveheted, aztán a nyelved mond valamit, hogy ízlik vagy sem. Van, aki a saszlát szereti, van, aki az oportót, van, aki a kis csemeges szőlőt. Valamelyik csak lesz, amelyik a nyelvednek is jó. Ez nem azt jelenti, hogy az a jó szőlő. Valójában olyan jó szőlész kell. Tehát a zenszellemű árus azt mondja neked, hogy te szőlőt akarsz, és az eredetit, és a legjobbat, hát akkor piaczárás után jöhetsz dolgozni a szőlőskertbe. Megnézheted, hogy ez a szőlő inda, az hány évtized munkájával lett olyan, mikor kell kacsozni, mikor kell esetleg még kapálni, hogyan kell gondozni, pontosan mikor kell szüretelni, hogy kell préselni, szűrni, érlelni, átfejteni, palackozni, és akkor, akkor van valamid, ami már nem csak a szőlőnek az élvezete, mint egy kis fogyasztó, hanem a szőlőnek és a bornak a teremtése vagy termesztése. És ekkor leszel felnőtt, ha rájössz, hogy ezt az életet és a halált te ezzel a tudattal hogyan teremted. Az elmédnek a mozgásával, az érzékszervek összhatásával hogyan teremted. Erre nagyon sokféle modellt találtak keleten, de mindegyiknek van egy közös magva. Akárhová fordultam ilyen rendszerszerű kérdésekkel, Előbb-utóbb nagyon hasonló test, lélek és tudatosság modellt láttam, legyen az védánta, joga, zen, mahajána, azon belül a tibet is. Ezzel szemben itt nyugaton, ha megnézel pár évszázadnyi filozófiát, pszichológiát, teológiát, mindenkinek megvan a saját kis mini világa. Istenképe, testképe, elmeképe és filozófustól teológusig, teológustól pszichológusig, pszichológustól pedagógusig, mind más. És az én keresésemet több mint 34 éve az indította, hogy itt nem volt rend, legalábbis számomra értelmezhető rend nem volt, sőt tapasztalható tanítás, amivel tetteké válthatnám a sok szót és az ideológiát, szintén nem volt. Elég messzire kellett mennem ahhoz, hogy egy jó tanító és egy jó tanítás segítségével, és egy nagyon jó szangába illeszkedve, tapasztalhassak valamit, ami a gyökere minden szőlőtőkének. Mindenfajta szőlőnek, mindenféle illatnak. Nagyjából a test az olyan, mint egy autó. A lélek hasonlít a sofőrhöz. Az öt érzékszerv az olyan, mint az autó kezelő szervei. Manapság az elménk annyira összefonódott a digitális világgal, hogy a sofőr néha nem tudja a navigációtól megkülönböztetni magát, és így létrejönnek az automatának mondott kocsik, az önvezető kocsik. Az igazi kérdés, hogy milyen irányt vesz föl sofőr és jármű egyszerre. Ehhez kell az a tudat, amelyik dönt. Tehát van a test, az érzékszerviség, az érzékszervi tudatosság, és elérkezünk ez a gyönyörű duális lélekhez, aminek valamilyen szintű tudatossága van. A praktikum kedvéért most három szanszkrit szóval bevezetem a lélek működését és a tudatosság ráhatását. Az első a manasz. A manasz az a nulla meg az egy, az a tranzisztor gyűjtemény, mint a komputerben az alaplap, vagy a konyhában a szakácskönyv. Nagyon könnyű algoritmusokkal egy komputert üzemeltetni. Egy jó szakácsnak, szakácskönyv alapján szinte minden ételt el lehet készíteni. Aztán van az önkép, ez az aham. Ez irányítja a manaszt. Hogy te ki vagy, attól függ, hogy te hogy működsz. És ezért mondhatod, hogy hozzám ez méltatlan. Az önképembe ez nem fér bele. Lehet, hogy más önképébe belefér, de a tiédbe nem. Az ahamkára az az én csináló. Háromféle paraméter szerint dolgozik. Mi az, ami az énedet teremti, megtartja és pusztítja? Ezen az alapon rangsorolja az ingereket, ami jön feléd a jövőből, és ebben a pillanatban tapasztalod, és ezen az alapon rangsorolja az emlékeket, amelyek a múlt felől jönnek a pillanatodba, és ugyanezt a funkciót nézi, hogy teremt téged, megtart téged, vagy pusztít téged. Az én. Azaz az önkép az egyik legállóképesebb illúzió ebben a galaxisban. Erről mondunk le a legnehezebben. Belátni azt, hogy az önvaló és az önkép nem ugyanaz, ez a meditációnak az egyik legfontosabb velejárója. Amikor az énség rálát eredeti nem létezésére, akkor kialakul egy nem dualisztikus tudatforma. Ezt hívják buthinak. Ez az önvalónak az üzenete. Az a fajta nagy követ, amelyik úgy jelzi, hogy hello, te nem csak egy ilyen manicheizmusból levezethető, duális, nulla, egy, fekete, fehér, szeretem, nem szeretem, gép vagy, hatalmas nagy önképpel a tetején. Itt van valami, egyesek szerint valaki, ez még nincs eldöntve véglegesen, ami fölötted van. Ez az óceán, ahonnan te, mint cseppecske, elszármaztál. És az egyiválás tapasztalata az, amikor azt a lényeget, ami benned és a világban közös, ami a cseppben és az óceánban közös, azt tapasztalod, és rájössz, hogy eredetileg nem válsz külön az óceántól, mint vízcsepp. Mindig is benne vagyunk. De a leválasztottságunk tudata, az pont az én képből, az ahamból következik, az ahamkára pedig legyártja az elkülönült egoitás illúzióját. Ettől szenvedünk és szenvedtetünk. Ezért látjuk egymást fundamentálisan másnak, különbözőnek, és ezen különbségek alapján elkezdjük az ők vagy mi játékát. Ezek a halálos játszmák. Hittel, földdel, pénzzel, hatalommal, Nézd végig. Ha belátnánk, mert tapasztalnánk az én határok eredeti nem létezését, jobban tiszteletben tudnánk egymást tartani. És ez nem könnyű. Tehát mindenki a saját illúziójában hisz a legjobban. Ha meg tudod haladni az ahamot, a szilárdnak tűnő önképet, akkor az önvaló tapasztalatával, szanszkritus szvabáva, ez az önvaló, és a bodhi, az pedig a felébredés. Tehát amikor felébredsz, akkor rájössz arra, hogy ez az aham, ez egy illúzió, ez úgy, ahogy van. A buddha a bódhi falat ezt élte át. Háromféle illúzió csoport volt az övé. Az egyik, hogy ő egy nagy harcos, hatalmas ksatria. És akkor jött a démonsereg, és egy nyilaival le akarta lőni. Ha ő ezt elhitte volna, hogy ő a nagy harcos, akkor a démonsereg legyőzi őt, mert ő egyedül van, a démonok meg sokan. De hogy ezt nem hitte el, és látta, hogy ez csak egy tükörben lévő, villódzó, illuzórikus képzett meg, ezért a nyilak lehullottak, és ilyen kis virágesőként odaestek az erdő aljára. A másik már a lányai. Ugye három lány, és hát mára ugye a halál ura, az azt jelenti, hogy itt a női elvel, azzal a vágyjal lenne problémája Kótama Sziddártának, amely ugye az élet és halál körforgásába újra beszippantaná. Hát ennek sem hit, és nem állt föl a helyéről, és nem követte a nőket a különböző szórakozóhelyekre. és mint férfi, így a vágy típusú illúzióktól is mentesült. És a harmadik volt a legnehezebb, az az önkép, amiben látta eljövendő önmagát, és nagyon tudhatta, hogy ez az önkép nem igaz. Tehát saját magával szemben ült az önképe, az a megvilágosodott, az a budha, ami mint eljövendő énség rá várt. És ha ezt magára veszi, mint önkép, és nem tapasztalja, mint éntelenség, akkor elbukik akkor kikiáltja megvilágosodottnak magát, és nem hagyja, hogy a világ azt mondjon róla, amit éppen akarnak az emberek. Tehát a téves nézetek, és az ebből fakadó harag és vágytípusú illúziók, ezek azok, amelyek akadályai az önvaló tapasztalatának. Ez mind az önképünkben van benne, az ahamban. Az ahamkára, mint művelés. Teremtés. Az ómkár az az univerzum teremtése. Az ahamkár az az énnek a teremtése. Oké? Okay? Ha ezt a teremtést le akarod állítani, akkor le kell állítani a tudatnak a dualisztikus mozgását. A manasznak, és így az ahamkárának nem lesz üzemanyaga. A meditáció pont ezt csinálja. Tehát a meditációs technika nem más, mint az én teremtésnek vagy az ahamkárának a tudatos felfüggesztése. Minden technika, amit tanulsz, erre irányul. És ekkor elérsz a nem gondolkodó vagy nem tudható tapasztalatához, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ahogy egy kitűnő barátom felszokta tenni a kérdést, ki vagy te két gondolat között? az egész én képet gondolkodás és érzelem csomók gyűjteménye. Akkor ezeknek az áramlását megszakítod, és nincs önkép, akkor ki vagy. Tehát, hogyha akaratlagosan a technika türelmes és szisztematikus alkalmazásával felfüggeszted az én kép alkotását, akkor előbb-utóbb lebontod azokat az illúzió falakat, amelyek előtted állnak, illetve közted és a másik ember között állnak, illetve közted és az önvalód között állnak. Ezek a falak eredetileg nincsenek, de mi szorgalmasan építgetjük őket, mert mögöttük érezzük magunkat biztonságban, a falak mögött. És hogyha ezeket a falakat lebontanánk, akkor egyszerűen nem tudnánk mit kezdeni azzal a szabadsággal, amely így az osztályrészünké válik. Viszont hogyha a hagyományt, az utat és a tapasztalást nézzük, akkor a szabadsággal együtt felelősség is jár. A tan nem azt mondja, hogy állj meg csak a felébredett állapotban, a mahaján hangsúlyozza, hogy ébredj föl, és segíts másokon. Elérted a szabadságot? Vállalj felelősséget. Mert ekkor ezt a lényeget vissza forgatni a jelenség világba az éntelenséget vissza tudott forgatni a helyes énség felépítésébe. És így elindul egy olyan körforgás, amely a bodhiszatva úton nélkülözhetetlen. Hiszen élünk és halunk. Csak eközben nem mindegy, hogy a tudatszintünk fölfelé megy, vagy lefelé. Hallhattad, hogy a születés már egyenlő azzal, hogy meg fogunk halni. Ez így van. De a két időpont között eltelik pár évtized. Ezt hogy töltöd? Az ember éppen ehhez hasonlóan azt hallhatod, hogy megszületni már hiba. Tudjuk, hogy miért. De azt is hallhatod, hogy az emberi test felvétele nélkül, azaz születés nélkül nem érheted el a felébredést. Tehát, ha egy gyermeket a világra hozol, nem hibát követsz el, de nem is biztos, hogy erényes vagy. A kérdés az, hogy benned milyen tudat működik, amikor azt a lelket lehívod, és a párod segítségével adsz neki egy testet, környezetet, szeretetet, nevelést, álmatlan éjszakákat, örömöt, boldogságot, szenvedést, dühöt. Milyen tudattal teszed ezt? Mert pont ezt az irányt adod a léleknek. Pont ebben a szellemben neveled a gyerekedet hibának érzed, akkor az egész gyerek egy hiba lesz. Megadod neki a felébredés lehetőségét? Előbb-utóbb a gyerek rájön, hogy pont ezért van ő itt. És hozzáteszi a saját karmáját. Nézd meg, hogy a születés és halál folyamatában te milyen szerepet játszol. Menekülsz? Haladsz? Felébredsz? még több illúziót gyártasz, és a súlya alatt még jobban elalszol? Közben látszak nyitott szemmel jársz? Hol vagy te ebben? És merre haladsz? Kinek van kérdése? Láttam egy megvilágosult emberre való riportot, és ott megkérdezték tőle, hogy mi volt az első élménye, miután megvilágosodott. És azt mondta, hogy elkezett hangosan nevetni, kacagni jó ízűen, hogy ő egész életében azzal törekedett, hogy megvilágosodjon, és hogy ez mennyire egyfajta hiába való törekvés volt. Ezt tudnád kontextusba helyezni, hogy pontosan értsem, hiszen... Igen, nagyon szívesen. Kérlek szépen, hogy a koreai csomagolás egyik gyönyörű eszközét, a sajám kendőt vedd magad elég gondolatban, ezt úgy hívják koreai, hogy pojagi ennek a pudzságinak a közepére tedd le most mind, amit idéztél ettől az embertől, és a négy sarkát szépen közd össze két masniba. Ezt a két masnit utána egymásba fűzöd, megfogod, és visszaviszed ahhoz az emberhez, akit idéztél. Kibontod előtt, és azt mondod, ezt tőled idéztem. Kérlek, mondd meg nekem, valójában te mit gondoltál, mit éreztél ekkor? Ez a helyes kontextus. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Föltettem magannak azt a kérdést, hogy miért születtem a szüleimmel, és mintha félnék a választól. Ez így van. És ez miért van? Mert félsz a választ megtapasztalni. <laughs> és akkor ezt hogy tudom megtudni? Lebontod a félelem falát, és eldöntöd, hogy te mégis szeretnéd a választ megtapasztalni. Köszönöm szépen. Hát azért egy-két mondat ehhez. A félelem akkor keletkezik, amikor nem tudod, hogy az akadály túloldalán mi van. A szívszútra azt mondja, az akadálytól mentes tudatban nincs félelem, és meghaladva minden illúziót az ellobbanást eléri. Mi az ellobbanás? annak az énségnek vagy egókéregnek az ellobbanása, amely eddig megakadályozta, hogy a csepp visszatérjen az óceánba. Az a csepp, amelyik elszokott az óceán érzetétől, semmi mástól nem fél jobban, mint hogy belecseppen. Ennyi. Szívesen. Egyébként Én éneklés közben mindig szégyent érzek. Miért? Mert máshol is énekeltél, nem csak itt. Itt a csak éneklést gyakoroljuk. Tehát csak halld a hangot, a másikét, a sajátodét, a közösségét, és közben bármi megjelenik, azt enged elmenni és tér vissza a hanghoz ebben a pillanatban. Ez az igazi tisztulás, hölgyeim és uraim. Ezért szeretjük annyira az éneklést. Mindannyian. Ha egyéb képzett társul, az a te tudatalanodnak, azt mondom, a reflexzerű vagy tehetetlen projekciója. Tehát tudd azt, hogy egy korábbi képzett társításnak ez az eredménye, és visszatérsz a primér tapasztaláshoz, azaz az énekhez, és a kényszerű reflexióba, a szégyenbe nem teszel energiát, nem szégyelled azt, hogy szégyent érzel. Nem rosszallod azt, hogy szégyent érzel? Nem szégyenkezel azért, hogy rosszallod azt, hogy szégyent érzel? Neves, nyugodtan, de ennél több metarétegünk van. Tehát még jobban szénszálasítjuk a saját elménket. Úgyhogy csak a primér tapasztalás. Semmilyen kommentár belül. És hogyha nem teszel energiát ezekbe a metarétegekben, reflexiókba, akkor pontosan úgy látod, a belső és a külső valóságot, ahogy van. És ennek az egyévállás tapasztalásnak az az egyik vele járója, hogy furcsán csend lesz belül. Annélkül, hogy leüvöltötted volna az elmédet. Csak a madácsi csergést hallod. És kész. Nincs kommentár, nincs echo, nincs kitérés a múltba, a jövőbe, egy alternatív jelenbe. Csak ez van. És ez a pillanat így a tisztulás eszköze lett. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Sokszor érzem azt az életemben, hogy a kapcsolódás útjába én magam állok. Viszont, hogyha ha én nem vagyok, tehát megpróbálom kikapcsolni azt a részt, amivel azonosítom magamat, akkor eltűnik a vágy is, hogy kapcsolódja. Hú, de érdekes ez. Na milyen az, amikor nem vágyból kapcsolódsz, és mégis ott vagy? Na, ezt, ezt mondjuk bóthiszatvikus kapcsolatnak. Tehát amikor polárisnak kell lenni, akkor az, de nem muszáj annak lenni. Tehát amíg az éned azonosul a vágyaiddal, addig ez a paradox fönnáll. Mihet nem azonosulsz a vágyaiddal, akkor egy újabb kapcsolat lehetőség feláll. Tehát nézd meg azt, hogy egy kapcsolatban mikor van helye a vágynak, és mikor nincs. És az egyiket se részesítsd előnyben a másikhoz képest, hiszen földön élünk, testben élünk, lélekkel, egy kis tűzzel, egy kis vízzel, ugye? És nézd meg, hogy ennek mikor van helye. Egyéb kérdés? én egy nagy létszámú család legkisebb gyerekeként jöttem a világra. Tizen voltunk testvérek, a legidősebbek már elmentek. Kisgyerekként én voltam a támogatott, most pedig én és az Iker testvérem, mert ketten vagyunk ebbe a szerencséssel helyzetbe. Tehát nyolcadikra még anyádék lapot húztak, és kilenc-tízes így egyszerre. Ötven felett. Van? Az komoly. Ö, és, és ahogy felnőtté váltam, azt megtapasztaltam, hogy nem véletlenül születtem ebbe a családba is ide. Ö, nagyon erős embert neveltek belőlem. Viszont... a, az élethez, az itt léthez igazából semmi más nem köt, csak az, hogy segítsek. Tehát mindenki más, akinek nem kell segíteni, érdektelenné válik számomra. Te segítséget képes vagy elfogadni? Hát kérni. Más. Elfogadni. Nem tapasztalom meg, hogy szükségem van rá. Okay. És mi van akkor, ha ezáltal érdektelenné válsz mások számára? Uh, valószínűleg, valószínűleg így van, de mégis az én, tehát mivel ilyen hatalmas, nagy és kiterjedt a családom, nincs időm megtapasztalni ezt az érdektelenséget. Jó, leegyszerűsítve. Ha csak egyirányú a folyamat, hogy te segítséget adsz, és adsz, és csak adsz, akkor előbb-utóbb kimerülsz. Tehát valakiktől, vagy valakitől el is kell fogadni az életnek az áramlását, még akkor is, hogyha ezt a nem segítségként, csak puszta jelenlétként éled meg. Néha a segítőnek nagyobb szüksége van a segítetre, mint fordítva. Ez a helyzet van, mert Na egyébként hát. pedig... Hogy lehet ez? Egyébként pedig... De ez az igazi paradox. Egyébként pedig, igen, meghalni szeretnék. Igen? Tehát amikor az amikor kinek segít, van bennem, akkor, akkor elvágyom. Uh -huh. És az kinek segít? Azt mondtad, te csak segíteni vagy itt. Ezt én úgy élem meg, hogy mindenkinek megvan a karmája, ha én most meghalok. Ez az ő karmájuk. Nem. Ha meghalsz, az a te karmád. Meg az enyém is. Igen. Na, ezért nem az ember dönti el az elméjével. Az egész inkarnációja kell, hogy egész váljon. És amikor beteljesedett a sorsa a Földön, ebben az életben, akkor lép ki. Nem előtte, nem utána. Ezért vagyok itt, hogy ehhez megszerezzem magamnak a muníciót. Pontosan mihez? Hogy ott, ahova fordulok minden nap többször, megadja nekem azt az együttérzést, amivel magamat is, és mindenki mást is így tudok elfogadni. Erre a képre, szoborra és oltára gondolsz? Igen. Van szembólszára gondolok. Helytelen. Abból nem kapsz semmit. Abból nem, aki ott van. Ez nyilvánvaló, hogy abból nem, aki ott van. Akkor honnan? De mégis megkapom, mert amikor mondják... Bonyolult, bonyolult, bonyolult. Játszol saját magadra. Hang... Szembekötősdi, számháború. Hagyd abba. Dolgod van, egyszerűen tisztán csináld. Konszembosszál emlékeztető arra az együttérzés, amely benned és mindannyiunkban van. Valójában ez köt össze minket. Ez a kegyes beszéd a haláról, ez iszonyatosan tragikus és felesleges. Életben vagy, éld az életet. Ameddig tart, természetes módon, addig a tied. Ebben a felállásban, ezzel a testtel, ezzel a lélekkel egy életünk van. Mindenkinek. Tessék rá vigyázni. Tessék helyesen felhasználni. Onnan tudod, hogy ezt helyesen tetted, hogy amikor a fejezet határokon végig kell nézned, hogy mit csináltál épp addig, nem tűnik hiába valónak. Az azt jelenti, hogy tudtál tanulni, fejlődni, ébredni, segítséget adni és kapni, mikor mire volt szükség. Egyéb kérdés? Én a reggeli ének alatt a Námu Amitából, Mantrán elsírtam magam. Te is? Wow. <laughs> Tudnál erről beszélni, hogy ez mit jelent, és uh, miért lehetett ez? Az elsőről igen, a másodikról nem. Tehát a Námu Amitából az a nagy mahaján a hagyományban a tiszta föld, a napnyugati tiszta földnek a helye, a megszabadulás gyönyörű, menny szerű helye, tehát nem földi sík, és az egyik legszebb dolog az Amida buthában, vagy ha buthában, hogy nincs mögötte személy. Sákyamuni mögött, ugye ott van a Sziddárta. Van egy rakás más budha, akik mögött élő személy volt, megvilágosodtak, megbuthultak, és buthák lettek, és betettük őket a képkeretbe, meg a szoborba, azt kész. ha mögött nincs személy, ő annak a végtelen tér, végtelen időbuthának a megtestesítője, szó szerint a mida, vagy a mitra, a mérhetetlen, a végtelen, a határtalan, ami az önvalónknak az egyik legtisztább jelzése. Mert nincs benne személy, tehát nincs én, nincs aham, amelyik az útban állna. Oké? Okay? És amikor ezt énekli az ember, akkor a tudattalanya mélyen valami megrezdül, és az énje egy picit félreáll az útból, és nem tudod, hogy hogyan, azt tudod, hogy miért, de a mechanizmus nem ismert. Ha ismernénk, el tudnánk rontani. De én emlékszem, hogy az első pár elvonulás alatt hetekig minden reggel, minden harangéneknél nem tudtam miért, és elkezdtek így jönni a könnyeim, aztán eltelt pár hét, és leállt, és ezt minden télen egy-két éven át. Ez azt jelenti, hogy tisztul a lélek, és nem is kell tudni, hogy mitől, ha egyébként közben képzetek jelennek meg, akár szomorú, akár vidám, akár tragikus, akár boldog, az mind olyan, amit a duális mechanizmusoktól való megszabadulás feldob a tudat felszínen, látod és félreteszed, és semmi különös. De maga, hogy Námu Amitából mantrával ezt el tudod érni, az azt jelenti, hogy ez a mantra leért úgy a tudatod mélyére, hogy a csepp végre átélte az óceánságot egy picit. Aztán a felhők megint tudnak jönni, a csepp megint ki tud válni, és ami gond. De az énekléssel nagyon-nagyon erős tapasztalásokhoz juthatunk, ha nem akarod és nem gondolod előre, hanem csak énekelsz. Tehát olyan energia és információ tartalma van a mantráknak, amely pont a felébredéshez visz. Különben minek csinálnánk ezt itt naponta háromszor? Múzeum? Ovi? Játszóház foglalkoztató? Hát nem. Nem. A Suheng Dor Yang, ez egy templomnak az elnevezése. a Suheng az a meditációs gyakorlat, a Do, az az út, a Yang pedig a kör, az azt jelenti... Egy olyan templom, ahol a felébredés gyakorlatát folytatják. Folyamatosan. Tehát vannak csak ceremóniatemplomok, templomok, vannak csak szútra templomok, de vannak zen templomok, ahol explicite az a feladat, hogy ébredj föl. Nem az, hogy tanuld a buthának a szövegeit, vagy kulturálisan egy rakás szertartást. Most már vannak szállás -templomok, ahol nagy és szálló vendégek vannak, és csak páran föntartják. Ilyenek. Tehát ez a tapasztalás azért van, mert a tudatod egy pillanatban letisztul, egyé válik, és ekkor az emberben olyan képzetek jönnek föl, aminek a miértje nincs meg. De az iránya és a kimenetele az igen. Ez az, amikor csak énekelsz. És közben az énség így, hú, így elmegy. A jelenlét megvan, az éberség megvan, a percepció megvan, a tudatosság megvan, de az én képzet az nincs. Oké? Okay. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Az az érzésem, hogy mielőtt jövök, néhány nappal már nő bennem az ellenállás, és meg tudom engedni, hogy legyen, de azt érzem, hogy vagy hogy untat, és hogy hogy fáraszt. Hogy ez honnan jön és miért van, ezt meg tudod mondani. Köszönöm. Nézd meg létsző és magadban, hogy pontosan mivel szemben nő az ellenállás. Azt hiszem, a lecsendesülést találom mindig így meg, amikor keresem. Tehát a csend felé van ellenállás? Igen. Igen. Akkor énekelj magadban. Például egy mantrát. Az ellen lenne ellenállás? Nem. Nem érzem. Akkor megszűnik az unalom, megszűnik az ellenállás. Mantra kell belül. Miért? Hogyha még a képzésed elején vagy, az út elején vagy, egy olyan gyereket képzel, el, aki még nem tud felállni rendesen, egy kicsikét így ilyen, ilyen részegesen ott, ott, mozog. Egy és másfél év között ez mindegyikünkkel előfordult. De ha ezt a gyereket elkezdik futtatni, akkor mindig elesik. És meg fogja utálni a futást, meg fogja utálni azt, aki állandóan ezzel vegzálja. Tehát egy, egy elmének, egy hétköznapi elmének mindig kell valamilyen tárgy valami játékszer, amivel foglalkozhat. Egy külső pont, ami leköti. Amikor elkezded befelé fordítani a figyelmedet és az energiádat, akkor mindig kell egy belső pont, ami leköt. Ha megnézed a jogának a nyolc rétű tagolását, a négy fizikait azt hagyom, az ötödikkel kezdem, ez a pratyahára, ez a befelé forduló energia, és az érzékszervi ragaszkodásokról való leválás. És a dárana az a fix tudattárgy, ez a hatodik. Na ez az, ami neked most kell, egy olyan fix tudattárgy, és ez legyen a mantra, a nagy dárani utolsó két sora, amivel te ezt az elmét állandóan intelligensen és magas energia szinten foglalkoztatod. Végre van mit csinálni. Végre van valami ától bég, amit el lehet végezni. És ekközben jól érzed magad, vagy Többnyire. És akkor megszűnik az ellenállás, mert valójában az ismeretlennel szembeni ellenállás a legerősebb. Úgyhogy ezt javaslom. Köszönöm szépen. Szívesen. Itt. Nem tudom, technikának nevezem hogy -e, a meditáció, a leborulás és a, az éneklés. Ezzel kapcsolatban lenne az a kérdés, hogy miért pont ez a három az, ami elvezet minket ahhoz, hogy megtaláljuk az én valunkat, illetve hogy melyiknek mi a szerepe ebben. Mert Azért ez a az három, más. mert van testünk, van lelkünk, meg van tudatunk. Tehát leborulás, főleg testtel dolgozik, de mindegyik másra is hat. Mantra, nagyon erősen a lélekkel dolgozik. Leegyszerűsítem, mert holnap reggelig itt ülünk. És van a csak tudat, amikor a teret, a hangot, és a jelenlétet egyszerre felfogod. Na most ezt hallhattad, hogy a leborulás olyan, mint a jégtörés, a mantra, az éneklés olyan, mint a jeges víz felforralása, és a meditációs ülés pedig olyan, mint a felhőknek a szél általi elfúvása. Mind a három technikára szükség van, mert van testünk, lelkünk és tudatunk. Én is a reggeli éneklés szövegével kapcsolatban szeretnék kérdezni. A menedékvétel szövegében elhangzik az, hogy legyen körünkben a hegy istensége nagyszerű jelenlétével. Te sokat túrázol, én, én tudom. Tehát hány hegyen jártál már? Többön, mint én. Számosan. És mit éreztél közben? A hegynek a jelenlétét, Gyakran, így van? Gyakran volt a hegy. Valószínűleg istensége. De miért mondjuk ezt? Ki a hegy istensége? Hát, hogyha még többet jársz a hegyen, és magányosan leülsz egy sziklára, és megkérdezed, hogy te hegy, legyél szíves nekem megmutatni, hogy mi a te istenséged. Majd előjön. maj szóljál, jó? Mert érdekel. Volt már, hogy előjött. De akkor miért engem kérdezett? Vele beszélje. Menjél azt utána, azt kérdezgessed. Mert hát, hogy ennek a szövegnek a hagyományban van-e valamilyen... E egészen Szerintem. nagy, egészen nagy. Na most ez a hegy, mint a yangnak a megnyilvánulása, hogy a völgy a yin, a hegy a yang. Itt azért az antropomorfizálástól egyetlen nép és kultúra sem áll messze, tehát azt az elképesztő energiát, ami a hegyben van, azt így, elnézést, hölgyeim, férfi istenségként így lerakták az asztalra, attribútum tigris. És hát ez a megtestesülés ennek a hegyi energiának, és innentől kezdve a kínai, koreai, japán a nem képzelhető el a hegyi istenség szentélye nélkül, koreai san shin gak. A szán a hegy, a shin az az istenség, a gak az a hely. És itt minden is van. Tehát a termékenységért való imádkozás, a hegy különböző áldásaiért való imádkozás, tehát ez a népi vallásosságnak a helye a a buddhizmuson belül, és hát mi is majdnem építettünk egy Sanxingakot, csak azért nem építettük még meg, mert hát nem, nem tudtunk forrásokat fordítani rá. De lesz, és meg is van a kép hozzá, hogy az milyen. Ugyanaz a kép, mint Koreának a három leghíresebb szánsingakjátnak az egyik képben van, Simvonsz a templom. A másik, az fönn van Észak-Koreában, a Gyémánt hegyen. Ki tudja, hogy az áll -e még, mert senki nem tudja. A másik le van Csiriszámban, Dél-Korea déli részén. Az Észak-Koreát úgy hogy Sang Aktan, magas oltár, a fenti a simvonszait, amik számban van, úgyhogy, hívják, hogy csung aktán, az a középső oltár, és a ha aktán, az lent van csiriszenben, szentben, az a lenti oltár. Tehát Simvonszában, ahol én is jártam, és szerencsére három ilyen 90 napost sikerült végrehajtani, itt voltak ezek a Námo elmények élmények. És ebben a hegyi istenségben, hegy szentében sikerült egy kicsit gyakorolni is hát ott akár van oltárkép előtted, akár nem, ott megtudod, hogy ez micsoda. Tehát olyan tisztája a cucc, tehát amikor te ott leborulsz, meg énekelsz, meg meditálsz, és így elteszed a kis én képzetedet az útból, ugye lapáttal, akkor ott nagyon világos, hogy ez a hegyi energia micsoda. De hölgyeim és uraim, elárulom, hiába nincs itt külön szánsingek szentély, a hegy itt van. A hegység itt van. Nem véletlenül vagyunk a pilisben. És hálás vagyok, hogy itt lehetünk. Tehát itt ez a fajta misztikus hegyi energia koreül mió. Mió az a misztikus. Az azt jelenti, hogy a tudatod belsejébe bevezet. És ezért kell hegyen ülni megfelelő pontján geomanciailag, hogy ez az energia és információ eljuthasson hozzád. Tehát amikor a hegy energiája és információja eljut hozzád, ez az ilyen nyugatias megfogalmazás, akkor tudod meg a jelentését ennek a sornak, melyre okos intellektusoddal az előbb rákérdeztél. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én a zenhez igazából az ének. Kerültem közelebbi kapcsolatban, viszont én is a mai reggelhez nyúlnék vissza, mivel, hogy azt mondtam a bemutatkozáskor, hogy a meditációt még gyakorolnom kell, viszont ma reggel valami történt, ami még eddig sohasem, hogy ez köszönhető az időpontválasztásnak, tehát, hogy ez a korán reggel biztos, hogy megvan a miértje, vagy hogy éppen szerencsém volt vagy hogy tudom ezt egy kicsit így jobban megfogalmazni. Ezután hogy érzed? Továbbra is szükség van a meditáció gyakorlatára? Mindenképpen. Akkor ezen kívül minden más másodlagos. Ne ragaszkodjunk sem a tapasztalathoz, sem a hiányához, és minden pillanatban gyakoroljuk a meditációt, egyet bizton mondhatok, lesz ez még cifrább is. És ahhoz se fogunk ragaszkodni. Jó? Köszönöm. Két hibát lehet elkövetni. Az egyik, hogy az ember nem kezd el meditálni, ha ott rájön, hogy tényleg szüksége van rá. A másik, hogy elkezdi, de abba hagyja. Ez rosszabb, mintha el se kezdte volna. Úgyhogy itt nagyon érdekes, amit mondtál. Én emlékszem, hogy amikor eléggé viharverten először zenszangába jártam, és nem voltak sokan, de nagyon tisztán csinálták, nagyon fantasztikus volt közöttük lenni, és először elkezdtünk énekelni úgy, hogy lövésem se volt az énekekről, hogy aznak mi a jelentése. Nem volt ilyen bevezető. Oda kerülté valahogy egy barátom ajánlására, és olyan volt a mantra élmény, mint hogyha ilyen láthatatlan olajjal a lelkem sebeit elkezdték volna szépen gyógyítani. Tehát a mantrának három funkciója van, és ennek az artikulálása jóval később jött. Egy, a jel és a zaj megkülönböztetése, illúzióvalóság. Megfelelő szakrális jelentés, és így spirituális hierarchia kiépítése a lélekben. És a harmadik, a tudat védelme saját elméjének az ártó negativisztikus, dualisztikus hatása jelöl. Ez a harmadik volt, ami először elért engem. A saját mélységesen pusztító reflexióimból elkezdett kihozni. És ez mindenkinek valamikor élményé válik, mindegy, hogy mikor, csak akkor, ha énekelsz. Tehát nekem Elmondom, évek, sőt azt mondom, évtizedek óta semmi különös nem történik éneklés alatt. De minden nap megcsinálom. Nem az a fontos, hogy mi történik. Előbb-utóbb az a fontos, hogy mi nem történik. Hogyan nem mozdulsz ki középről. Hogyan nem válsz a saját illúziód áldozattává, hogyan nem szakadsz szétszélsőségekben hogyan nem hiszed el, hogy ez a hierarchia, ami a hitrendszer, értékrend, életrend hármassága, hogy az borítható. Nem borítható. Saját tapasztalatod által, az ok és okozat belátásával kiépíted, hogy mi a hitrendszer, értékrend és életrend működése. Az előbbi három én alkotót ehhez lehet párosítani. A buddhi, a hitrendszer gazdája, az önkép, az értékrend gazdája, a manasz pedig az életrend gazdája, ahogy működsz. Oké? Okay? Csak énekelj. Egyéb kérdés? Ha tudom az, hogy valakinek segítségre van már szüksége, de én még nem tudok valószínű segíteni, mert én is nem kezdtem, kezdő vagyok, azzal, hogy példát mutatok és gyakorlok, már segítek rajta? Szunkszenszönyű szóval, négyféle üzemmódot különböztetett meg ebből a szempontból. Az első: ha valaki kellően nyitott rá, beszélj neki a darmáról. Ha nem nyitott rá, akkor add meg neki, amire szüksége van. Ha ezt sem tudod megtenni, beszélj hozzá kedvesen. És ha még ez sem megy, akkor csak cselekedjetek közösen. Választ ki melyik működik. Köszönöm szépen szívesen. Hogyha valaki nem tud a szangába járni, gyakorolni, már pedig ugye mindig mondod, hogy milyen fontos, akkor mit lehet tenni? Erőfeszítést lehet egyedül. tenni. Hát ilyenkor erőfeszítést lehet tenni, felismerni a hiánytüneteket belül, felismerni az akadályokat kívül, és egy egyenest húzni az akadályokon át, a szangába való eljutásig. Ez úgy kezdődik, mint Sliman Henriknek a gyönyörűséges találmánya, vagy régészeti szenzációs felfedezése: Én megtalálom tróját, kész. És megtalálta. Mindenki azt hitte, valami mítosz, valami görög, valami török. Aztán kiderült, hogy ott van a jelenlegi Törökország területén, kiderült, hogy tényleg volt, és úgy volt, ahogy azt Homérosz leírta, és nagyon úgy volt, és ez azzal a mondattal kezdődött, hogy Schliemann eldöntötte, én megtalálom Tróját. Te eldöntöd, én megtalálom a szangát. És addig küzdesz, amíg el nem jutsz oda. Körülbelül egy éve úgy érzem, hogy a két szoba között oda-vissza mászkálok, és nem tudok tovább menni a következő szobába, pedig nyitva van az ajtó. A meditáció segítségével nagyon sokszor megtapasztaltam, és akár hetekig fennállt ez az állapot, hogy kiemelt a destruktív önreflexió békjójából. Ezt nem tudom, hol hallottad, de mondja tovább. Igen. Valami hasonlót mondtál. Az csak a véletlen művelet ezelőtt, és értem, legszebb két-három két, hete volt ez, amit megtapasztaltam. Aztán megijedtem, hogy elveszíthetem, elkezdtem görcsösen ragaszkodni hozzá, és kiestem a, a balanszból. Aha. És uh, utána rebootot nyomtam, reset gomb, uh, és uh, most úgy érzem, hogy lassan, nagyon lassan építkezek, és, és át tudok menni a következő szobába, de valahogy az egy méter, az, a, az utolsó egy méter, Ne ellenőrizd az elméddel a tudatodat. Ez a halálom. Tehát így elemzed, ellenőrzöd, szisztematizálod, levezeted, következtet, stb. stb. Ez kuka. Így, ahogy van, ettől esel le a lóról. tovább lépni. Szeretnék tovább lépni. Úgyhogy megütlek 30-szor. Úgy. És az összes ilyen gondolkodás is sup, elmegy belőled. Úgy. Azt a mindenit. Hát pont ez a rendszer tart fogva. amikor olyan édes volt, amikor egy mondtad és mondtad, és azt mondtad, hogy Hát akkor nyomtam egy reszetet, és így megérintett a homlokot, és megsimiszted a kis homlokcsakrádat. Hát persze, ott a reszet. Ezt az egész dualisztikus, rendszeralkotó, intellektuális jattatta tehát ezt kéne hatájon kívül helyezned, azon nyomban visszaülsz a lóra. Tudod, hogy mikor kezdünk el egy jó meditáció után lezuhanni erről? Amikor azt mondja, de jó volt. Abban a pillanatban ilyen fénysebességgel, így le. Akkor jön ez a gondolat, vagy érzés, hogy de jó volt, és akkor én szeretettel fogadom, és hagyom, hogy tovább súlj. Nem. Nem fogadod szeretettel. Ne. Leválasztod szépen róla, nincs szeretem, nincs nem szeretem. Visszatérsz a madárhanghoz, ha épp akkor van. Használd a környezetedet, hogy a saját hülyeségettől megszabaduljál. Okay? Nem minősíted a minősítést? Szeretettel fogadom. Pff, nem. Nőjünk már föl végre. Tehát visszatérsz a primér tapasztaláshoz, a pillanat tisztaságához, a torzítatlan, tiszta tükörhöz. Okay? Uh -huh. És a minősítés úgy elmegy, hogy nyomot se hagy. Nem hiszed el a saját hülyeségedet? Mert az egyik poláris minősítésre azon jön az ellentét, tehát beindul a kerék. És leesel a lóról, le a földre, át a hasa alatt, megint fölre. És egy hű, megint rajta vagyok, de jó, hát ez hogy már megint le. Csak most az ellenkező irányba. Csak hogy tanulj. Ah. egy idő után megszűnünk ezt játszani. Tehát elég kitartóan végzem a meditációt, akkor egy után megtörténik velem a maga a meditáció. Vagy a meditatív állapot. Tudnád ezt a mondatot úgy törölni, hogy a közben a személyiséget teljessége megmarad? Pedig hidd el lehetséges. Nincs erre a mondatra szükséged. A gyakorlásra van szükséged. Akkor folytatom tovább. Köszönöm. Nagyszerű. Egyéb kérdés, Még kettő van, azt megyünk haza. Tess, bá, bocsánat, aludni, tessék. Hogy miért aggódunk annyit? Tehát tudjuk, hogy nem kellene aggódni, de mégis sokat aggódunk. Okay. Hogyan kezeled a bizonytalanságot? Nem jól. Azért aggódsz. Az aggodalom az egy hiába való kísérlet arra, hogy a bizonytalanból biztos legyen. Ez a, ez a, már eleve meghiúsult vágy, hogy te lerögzítsd azt, ami mindig is mozog. Hát aggodalmat hogyan lehet cselekvésre váltani? Tehát a mi miatt aggódom, át kell fordulnia abba, hogy mi a dolgom. Az állandó negatív érzelmi és értelmi reflexióból, hogy nekem hát ez, úr is, ez nem sikerül, úr is, te mi lesz, Húr. és már kész vége, ott húzod magadat a sárban a saját lovad után. Teljesen felesleges. Nem téged minősítelek, hanem az aggodalmat. Mi a dolgom? Tegyem, Mihelyt teszed, azon nyomban az univerzum mellé szegődik, és az, hogy miben segíthetek. Mihelyt az ember elkezd aggódni, meg nem hinni, meg egyebek, úgy letarol az élete. Mint támadó a gyenge védőt. Ted, ne aggódj. Köszönöm. Szívesen. Lennem még egy kérdés. Na, ezt már szeretem. Ne gyerünk. Mert olyan nehéz észrevenni, és adem, tanulni olyan dolgokból, ami, ami nem, nem nyilvánvaló, hogy ez egy tanítás, hogy nem... Mondj egy példát, légy szíves, mert kicsit késő van, és ez nem, nem, értettem. Nem tudom, hogy így valami rossz napunk van, vagy valami rossz történik, vagy... És hogy hogy, hogy ez nem volt véletlen, hogy, hogy abban valami, abban nekünk valamit valami tanulni kellett, és hogy inkább hálásnak kell lenni. Hogy... Ezt hol tanultad? Ezt valahol tanultad, ugye? É, érzés. Aha. Ezt túl jól artikuláltad, hogy először forduljon elő benned. Nem, nem tudom tessék az önbizalmat kicsit helyreállítani. Akkor tudsz mindenből tanulni. A tanulás ott kezdődik, hogy nem jónak vagy rossznak minősítem azt, hogy ezt a leckét még nem tanultam meg, ezt az embert még nem ismertem meg, ezt a műveletet még nem sajátítottam el, és ezen ismeretnek a hiánya a szenvedésemnek az oka. És hogy ha megismerem, ha elsajátítom, ha begyakorlom, akkor ez mind nincs. Sem jónak, sem rossznak nem lehet azt nevezni, amit folyamatosan művelsz. Mi volt a leghosszabb emberi kapcsolatod ebben az életben a szülőkön kívül? Ja, most csak személyes. Hát... Uh... Már hogy párkapcsolat a leghosszabbat kérdezni, az, hogy milyen, hát nem vagyok én indiszkrét. Na mondjad! Nem tudom a választ. Ugyanis minél hosszabb egy kapcsolat, annál kevésbé minősítjük egymást. Minden jobban megismerjük egymást, annál kevésbé véleményezzük egymást. Minél inkább látom, hogy a másik kicsoda, annál kevésbé projektálok rá jót vagy rosszat. Ezt a kapcsolatot szerettem volna segítségedül hívni, ahol ezt magad is beláthattad. Ez általában három évnél hosszabb. Az alatt még röpködnek így a sallerek jobbra-balra. Te jó vagy, te rossz vagy, szeretlek, nem szeretlek. Tinédzserek, jobbra-balra. Amikor a szó jó értelmében megismersz és megszoksz valakit, akkor a léleknek a gazdagsága föltárul, mert nem téríted el a jónak vagy a rossznak a nagyon durva lamelláival, a kategóriáival. Általában úgy szoktuk ezt, hogy mi az, ami nekem belőled kellemes, az a jó. Mi az, ami nekem belőled kellemetlen, az a rossz. Semmi köze az egyénhez, a képen velem szemben áll. Hozzám van csak köze. És ennek a belátása az mindegyikünk lehetősége. Kélek szépen, hogy nem marcangoljad magadat belülről a lelkedet. Jó? Megteszed ezt? Egy kicsikét kisimulsz, hogy belül engeded, és egy kicsit elfogadod azt a karmát, aki te vagy. Lehetséges ez? Ezen vagyok. Nagyon jó. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Ott. Valójában nem vagyok tisztában azzal, hogy uh, mi is valójában az a, a just do it, tehát csak csináld, mert uh, hát azt az leszem észre magamnal, hogy a, a tetteim mögött mondhatom, hogy mindig van valami hát elképzelés vagy elvárás, és hogy uh, idővel a fókusz nem azon van, hogy mit csinálok, hanem hogy akkor most mi lesz ebből, vagyis mit érek el ezzel. Ezt egy kuhan segítségével fogom megvilágítani neked. Mangong Sunim, ő ott a középső, a Pátriákák képéne, egyszer egy formális étkezésen vett részt a szerzetesekkel. Ez ahhoz hasonló, amit mi a középhaladó és haladó elvonulásainkon csinálunk. És ez a meditációnak egy nagyon-nagyon kifinomult formája, amikor együtt formálisan étkezünk, figyelünk, nem zajongunk, érezzük az étel ízét, csak amit hallottatok az instrukciókban. De Mangong Sunim, mielőtt az utolsó csukpiütés elhangzott volna, elkiáltotta magát. Hát! mindenki megdöbbent, körülnézett, de a szerzetes vezető megütötte háromszor a csukpit, mindenki meghajolt, fölrakták a tálat a polcra, mentek a dolgukra. Igen ám, csak ezt elmondták Hé hey, Wolszunyimnak, egy oldalági darma leszármazottja volt Mangong és hát megkérdezték, hogy hát Mangong már nincs köztünk. Hé hey, Wolszunyim, elmondanád nekünk, hogy valójában mi volt ennek a jelentése? Hát persze. Ez a just do it. Tehát ne gondolkodj, lásd, hogy mi az, Ted és kész. Tehát ugye kicsit elmagyarázom, mert annyira burjázik az intellektusod, hogy valahova kell kötni. Emlékszel, beszéltem a buddhiról, az ahamról és a manaszról. Tehát az az én alkotó, amelyik a nem dualitás élményét hordozza, az alatt van az önkép, a jó kis énség, és az pedig meghajtja a motorot, ugye? A duális motort. A Just Do It ebből a szempontból, és ezért most nagyon sok ütést kapnék, mert megmagyarázom, de a kedvedért megteszem. A Just Do It az a cselekedet, amikor az ahamot kivették, és a buthé és a manasz közvetlenül együttműködik. Ez a buthiszatva cselekedet. Felébredni és segíteni másokon és nincs benne az, hogy jó vagy rossz, én és más, látod az ok és okozat működését nagy és kis szempontból egyaránt, ez a buddhi, és csak teszed, rögtön cselekedet lesz belőle. Rögtön megy a manaszba. Csak láss, csak haj, csak tedd, csak beszél. És az énség nincs közbeiktatva. Ezért nincs késés, ezért nincs kétség, ezért nincs benne dualitás. Kívánom azt, hogy mindannyian érjük el a csak tenni állapotát, Szumszánszonyi fundamentális és nagyon fontos tanítását, haladjuk meg azt az énséget, amelyet legyártottunk, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.